Jó napot kívánok, tisztelt hallgatóság, tisztelt elnökök! Mint azt olvasni lehet, a szívizomsejt tekionálainak vizsgálatáról fogok beszélni különböző elektrofiziológiai módszerekkel. Ha jól tudom, hogy a mikotot csoportunkba majd nem tudtok ellátogatni, ezért próbáltam inkább a különböző módszereket megemlíteni, ugye a kutatásaim mellett. Amint azt szintén láthatjátok, hogy a farmakológiai és farmakoterápiai intézetben tevékenykedem. Először ejtenék néhány szót a főkutatási területemről, magáról a nátrium-kálcium kicserélő mechanizmusról. Tehát igazából ezzel az NCS csatornával foglalkozom, amelynek fő szerepét a kálcium homeosztázisnál említhetjük meg. Több izoformáját találhatjuk, ugye 1-es, 2-es, 3-as izoformájait, attól függően, hogy hol fordulnak elő legnagyobb valószínűséggel a szervezetben. Egy elektrogén funkciójú rendszerről beszélhetünk, amint azt az alsó ábrán láthatjátok, reverse módban három nátrium atomot a külső térbe juttat, és egy kálcium iont, tehát ott is iont kellett volna mondanom, ez pedig be a belső térbe juttat. Megemlíthetjük még pár nem szelektív gátlószere, mint a antánt, nikkelt, és ezeket az anyagokat is. Azért fontos erről beszélnünk, és azért vizsgálódunk ezen a területen, mert a ritmuszavarok előidézésében játszhat szerepet ennek az ioncsatornának a defektusa, mint a késői, mint a korai utódepolarizáció, és ez később akár torzál de point szívritmuszavarba, vagy kamrafibrillációba is átmehet, és trombussal kombinálódva hirtelen halálhoz vezethet. Ezért fontos például a sportolói hirtelen szívhalálok okok között is ezt megemlíthetjük. Rá szeretnék térni akkor az alkalmazott módszerekre. Amit említettem ugye az előző előadásban is, szó volt erről, hogy én is a pecsklem technikával foglalkozom. Ugye ott az agyszeleteken végeztek kísérleteket, én pedig ugye a szívizomsejtekkel foglalkozom. Tehát a transzmembrán ionáramok mérését kutya, tengeri malac, nyúl és egy kínai aranyhörcsög ováriumából előállított rákos sejtvonalon vizsgáltam. Ugye ezt különböző módszerekkel előzetesen izolálni kell, és ezután jön létre egy ilyen sejtes állapot, tehát egy sejtes állapot, és a már fent említett technikát alkalmazom ezeken. Nagyon fontos ugye, hogy egy bizonyos ioncsatornát vizsgálok, ezért a többi ioncsatornát blokkolnunk kell különböző gátlószerekkel, és így érhető el kívánt eredmény. Itt egy képet hoztam, ahol szintén egy éppen megszurrandó sejt, és ez az az üveg pipetta látható. Ugye egy referencia elektródot alkalmazunk, és ehhez viszonyítjuk a már sejt és az intracellulális oldat összekeveredése közötti különbséget. És egy jelerősítő és maga a számítógép vázlatos ábráját láthatjuk. Egy képet hoztam igazából a pipetta húzóról, így gyakorlatban, tehát ahhoz, hogy ilyen vékonyra el tudjuk készíteni a pipettát, elengedhetetlen ez a műszer használata, és ugye ez hőhatására egy vékony kapillárist felmelegít, és nagyon-nagyon vékonyra húz. A következő módszer, amit szintén alkalmazok nap, mint nap, ez talán az egyik legfontosabb, ugye a Langendorf készülék, amellyel különböző állati szíveket lehet ugye izolálni. Igazából ugye elsősorban az állat bealtatása után, miután kiveszem a szívet, felhelyezem ugye a Langendorf készülékre, és először egy kálciumos, nagy kálciumtartalmú oldattal kezdem elmosni, hogy eltávolítsuk ugye, tehát a szív összehúzódjon és eltávolítsa a vért, és ezután ugye kimosom a kálciumot, és
végső esetben ugye ráadom a emésztő oldatot, tehát a különböző kollagenáz proteázokat tartalmazó oldatot, és ezáltal ugye felszeletelem és eltávolítom egymástól, tehát az extracellulális mátrixot megbontom, és így jönnek létre ezek az egysejtes állapotok, és ezután van módom ugye mérni a PESCLEM technikával, de ez tényleg egy nagyon fontos lépés, mert ha nem sikerül normális sejteket izolálni, akkor az egész aznapi munkám az kárba vész. Itt hoztam egy képet a felfüggetett szívről, hogy látványosabb legyen. Itt ugye a szintén a már említett mikroszkópot láthatjátok, és ugye itt látható gyakorlatilag a kád, ahova egy felfüggetett mikropipettával majd a mikroszkóp alatt ugye próbálom megszúrni a sejtet. Én is hoztam ugye egy vázlatos ábrát, hogy hogyan is történik, de ugye az előzőekben már esett szó, tehát erre nem is térnék így nagy vonalakban. Viszont ugye fontos megemlíteni, hogy amikor a sejt felszínéhez érek, akkor egy ilyen geohómos ellenállás jön létre, így az üveg és a membrán fala között, és ezután próbáljuk meg ugye kinyitni egy ilyen konfigurációban, egy egészsejtes konfigurációban, és azért ez is egy elég nehéz dolog, főleg ugye az agyszöveten. Itt igazából egy mérési sort hoztam, amelyet szintén megmértem. Itt ez a tiród, ez egy normál oldat, ugye ebben szoktunk alapvetően mérni, egy extracelluláris oldat, és ezután erre a már említett, ugye nagyon fontos, hogy a többi ionáramot legátló extracelluláris oldatot mostam rá, és így láthatjátok, hogy megváltozott ugye a görbe jellege, és ezután ugye nem specifikus gátlószere, de egyelőre még ez a legbiztosabb módja, hogy teljesen gátoljuk ezt az ioncsatornát is, és ugye a harmadik lépésben a nikkelkloridot mostuk le, amely ugye ezt az NCX ionáramot hivatott gátolni, és láthatjátok, hogy maradt egy kevés ionáram, amely ugye a még fel nem fedezett ioncsatornákból vagy egyéb mérési eltérésekből adódhat. Ezért fontos ugye, hogy az egyéb ionáramokkal gátolt görbéből kivonjuk itt a harmadik görbét, és így fogjuk ugye megkapni a jelen esetben ugye a tengeri malacnál a nikkel szenzitív ionáramot. Még beszélnék pár alkalmazott módszerről. Ugye készítünk felvételeket is így a sejtekről. Tehát ez már nem az NCX csatornához tartozik, de például szintén a fent említett technikával, koffeines rámosással vizsgálhatunk ugye kétdimenziós sejtrövidülést. Tehát ezáltal ugye a belső térben nem blokkoljuk, vagy nem szűrjük ki ugye a kálciumot, és ezért így a videóban a szívizom sejtek összehúzódását vizsgálhatjuk, a gyakoriságukat, és ugye ebből következtethetünk. Következő, amit még szintén alkalmazok, ugye a mágnesszelepes gyors oldatváltó, ilyen manuális vezetéssel, és ezt kimondottan a szívizom sejtek mellé vezetjük, egy szintén mikrocsővel, és ezáltal nagyon gyorsan megtörténhet ugye a perfúzió, és hát, a már fent említett koffein is nagyon gyorsan ráadható, és különböző gyógyszertesztelésekre is alkalmas. Meg szeretném köszönni a figyelmet, és azért tartom fontosnak ugye ezt a kutatást, azért foglalkozok el a már fent említett sportolói szívhalálok, és a különböző gyógyszertesztelések mind ugye az aritmogenezist, és tehát a szívritmuszavaroknak a kivédését hivatottak szolgálni.